Én úgy gondolom, hogy aki Nyugat-Európában már látott egyetemet és látott egyetemi életet, az első dolog, ami feltűnhet, amikor megérkezik, hogy rengeteg kerékpáros diák van. Mi nagyon szeretnénk, hogyha a Miskolci Egyetem is valami hasonló képet mutatna, hogy a diákok nagy számban kerékpárral érkeznek ide. A város nagyon sok mindent megtett már azért Miskolc város, hogy a kerékpárút hálózatát fejlesze. A városban elég sok kerékpárost látni. A Miskolci Egyetem most valóban egy adóságot törleszt azzal, hogy a kerékpárút hálózatát az egyetemen belül fejlesztette, illetve lehetőséget biztosít arra, hogy kultúrált körülmények között biztonságosan tudják a diákjaink és oktatóink, kutatóink, kollégáink a kerékpárokat tárolni. Ugye már a Bringázat Tudásért, Környezetbarát Kerüzlekedés a Miskolci Egyetemen című projektről beszélünk ebben az esetben. Új kerékpárutak, kerékpártámaszok és kerékpártárolók létesültek. Engedjék meg, hogy konkrét számokat is mondjak. Kettő kilométer hosszú úthálózat, amelynek egy része teljesen új építés, egy másik része felfestett, újonnan felfestett kerékpárút praktikus biciklitámaszok készültek el, fedett kerékpártároló a Miskolci Egyetem területén 10 darab készült el, és zárt, zárható kerékpártárolók is az egyes és a kettes kollégium területén kerültek kialakításra. Összesen 200 darab kerékpárt lehet most ebben a projektben elkészült tárolókban tárolni. Tehát valóban lehetőséget ad arra a diákoknak, hogy ezt a fajta közlekedési módot használják. Miért is fontos ez? Hát az egyik a környezettudatosság, tehát szeretnénk a diáknak, diákjainknak példát mutatni abban, hogy, hogy a Miskolci Egyetem is támogatja a környezettudatos gondolkodásmódot, ezt a fajta közlekedési eszközt, ami egy fenntartható életmód része. Úgy szintén szeretnénk hozzájárulni, az autós forgalom csökkentéséhez. Itt látni lehet, hogy a Miskolci Egyetemen belül hétköznapokon, hétvégéken is, amikor az oktatás zajlik, hogy a parkolók tele vannak, elég nehéz parkolóhelyet találni. Itt ez egy alternatív megoldás lenne a Miskolci Egyetem megközelítéseire a diákjaink és oktatóink, kutatóink számára. Szintén hozzájárul egy egészséges életmód, fejlesztéséhez, egészséges életmód ö, kialakításához a diákjainknál. Én úgy gondolom, hogy azok, akik itt tanulnak a jövő értelmessége, őnekik élen kell járni, és szintén példát kell mutatni mind az egészséges életmódban, mind a környezettudatos magatartásban, és a Miskolci Egyetem ebben segít. Ö, szintén, ahogy említettem, a város már élen jár. A kerékpárutak fejlesztésével Miskolcon én úgy gondolom, hogy ez, ez a fajta munka, ez a fajta fejlesztés itt a Miskolci Egyetemen szintén azt az egységet mutatja, hogy Miskolc és a Miskolci Egyetem egy, egy egység, egy közös egység és egy közös ö, együttműködés.